Üdvözlök mindenkit a konyhámban! Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy olyan videó lesz, ami még sosem volt a csatornámon, egy főzős videó. Elejétől a végéig, és ez a videó a Vegetával közösen készül el nektek, hogyha a főzés közben majd elnéztek a hátam mögé, akkor láthatjátok is, kihelyeztem nektek pár terméket, és arra kért engem a Vegeta, hogy olyan kajákat csináljak meg, amiket a karantén alatt nagyon sokat főztem, úgyhogy kettő étellel készülök nektek, egy levessel és egy főétellel. Igyekeztem azokat az ételeket választani, amiket valójában nagyon sokat csináltam karantén alatt, ugyanis nagyon egyszerűek, nagyon gyorsak, valószínű, hogy az összetevők, alapanyagok többségének nagy része van nálatok otthon, és ezen kívül egy nagyon fontos szempont, mindenmentesek és diétásak, tehát nem 150 kilósan jövünk ki a karanténból vele. Az első étel, fogás, amit készíteni fogok, az egy krémleves lesz, méghozzá egy karfiol krémleves fog ma készülni, és kicsit szégyellem bevallani, de olyan szinten laza és semmi előkészületet nem igényel ez az étel, hogy nem is én válogatom össze a zöldségeket, hanem egy fagyasztott krémleves mixet fogok használni. A mai egy karfiol krémleves lesz. Az első lépés, fel fogok oldani egy darab Vegeta Natur leveskockát 500 ml forró vízben. Ami nagyon fontos, természetesen hozzáadott ízfokozók nélkül, aromák nélkül és színezék nélkül készül, úgyhogy kezdjünk el főzni. Pár perc alatt megdínszelem a hagymát, utána bele fogom önteni a tyúk húsleves alaplevemet a zöldségekkel együtt, és mivel fagyasztott zöldségről van szó, körülbelül 3 perc alatt készre főzöm, ha szükséges, akkor ízesítem, utána pedig turmixsal össze fogjuk mixelni. Megfőttek a zöldségeim, úgyhogy az előbb kóstoltam egyet, teszek bele egy kis vegetát, mert jelenleg még nem mondanám leves ízűnek. Esetleg egy kis borsot fogok még beletenni, majd hogyha megvagyok az ízesítéssel, akkor jöhet a turmixolás. Az ételízesítő is hozzáadott ízfokozó nélkül készül, ahogy látjátok 92%-kal több zöldség van benne és kevesebb só. Mutatom így is, hogy lássátok, gluténmentes és tartósítószer nélkül készül. Közben megesz egy szúnyom. Nem is szív. Egyébként imádom, hogy a mama pöttyös fazekába csinálod az egészet. Ne cikiz! Finom lesz, vagy nem? Az lehet. Pöttyös fazékba készül, jó, hogy finom lesz. Menj arrébb, nehogy lecsapjalak. Átköltöztetjük ide. Félúton meg szoktam állítani, és ilyenkor adom hozzá a rizs tejszínt, 200 ml egyébként, és ezzel végigvárjuk az egész leves programot, vagy körülbelül 2 percig mixeljük. És el is készültünk, úgyhogy nem maradt más hátra, mint egy villámtálalás, természetesen vegán sajttal. Első fogás kész. Kóstolsz egyet? Action! És akkor el is kezdhetjük a második fogást, ami egy tészta étel lesz, viszont egy nagyon érdekes kis csavarral, ugyanis tudjátok biztosan, hogy gluténra is érzékeny vagyok, és nagyon sokszor láttam már a cukkini tésztát Instagramon, YouTube-on, de sosem mertem kipróbálni, viszont a karantén alatt ennek is eljött az ideje, és az az igazság, hogy iszonyatosan jó. Úgyhogy azóta elég sokszor szoktam cukkini tésztát csinálni, és ami egy nagyon nagy plusz a cukkini tészta javára, hogy 100 g csak 74 kalória. Úgyhogy ma azt fogom nektek megmutatni, hogy ha cukkini tésztát készítek, akkor mi a go-to variáció. Felvágtam már előre a paradicsomot, lehegyeztem, nem nagyon tudom jobban mondani, a cukkinit. Ehhez a recepthez is rizs tejszínt fogunk használni, a cukkinit egy Vegeta Natur zöldség fűszerkeverékkel fogom ízesíteni, és van itt nekünk egy kis darált húsink, ami igazából vegán húsi. Első lépés az lesz, hogy felmelegítem a serpenyőmet, egy nagyon kevés olívaolajat fogok belerakni, és egy kicsit megpárolom a cukkinit, hogy a roppanósága igazából eltűnjön, és egy tényleg tök jó tésztaállagot kapjon. Tényleg tök jó tésztaállagot. Ennyi. Csapó 2,
Az első lépés az lesz, hogy felforrósítom a serpenyőt, teszek bele egy kis olajat, és megpárolom a cukkinit, hogy nagyon király, tészta állaga legyen. Ennek egyébként körülbelül egy 2-3, maximum 4 perc kell, míg megpárolódik. Nem kell leönteni a saját levét, ugyanis jó is, hogyha rajta van, mert abban tök jól meg tud párolódni. Most, hogy készen van a cukkini, kezdhetjük a húsit megsütni, amihez egy kicsi olajat fogok megint önteni. Ezután pedig az egész csomagot, ami azt hiszem, hogy 250 g talán, bele fogom tenni a serpenyőbe. Nagyon picit sózom és borsozom. Pár perc alatt szépen megpirítom, megsütöm, és utána jöhet hozzá a paradicsom. Hozzáöntöm a paradicsomot, amit egy kicsit megfonnyasztok, és a következő lépésünk nem lesz más, mint hogy a rizstejszínt hozzáadom. És itt következik még egy olyan lépés, amire teljesen véletlenül jöttem rá, ugyanis ilyenkor szoktam még egy kis paradicsom sűrítményt hozzáadni, viszont az egyik nap, amikor szerettem volna megcsinálni, akkor rájöttem, hogy nincsen itthon paradicsom sűrítmény, viszont maradt még ajvárunk. Onnan, amikor Bence főzött. És úgy voltam vele, hogy felbontok egy ajvárt, és megnézem, hogy milyen, és rá kellett jönnöm, hogy szeretem az ajvárt. Úgyhogy az új taktikám ebbe a keverékbe egy evőkanál körülbelül ajvárt szoktam tenni. Tied a megtiszteltetés, Bence, csípős vagy csemege ajvárt használjunk ma? Csemege. Csemege. Akkor. Ezt szépen elkevergetem benne, egy kicsit hagyom, hogy rotyogjon még, és utána majdnem kész vagyunk. És ez az én cukkinis tésztám. Szerintem nagyon finom, én minden nap tudnám ezt enni. Remélem, hogy elkészítitek ti is, nagyon örülnék neki. A Vegetának köszönöm szépen a lehetőséget, nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Kell egy paradicsom is hozzá. Nagyon jó.